Az ukrán-orosz háború hatásai elérték az autóipart. A kecskeméti Mercedes gyárban jövő héttől műszakcsökkentésre kényszerül a cég, információink szerint a termelés áprilisban egy rövid időre le is állhat. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Kérdésünkre azt írta, a Mercedes-Benz többek között ukrajnai beszállítókkal is együtt dolgozik, akik különböző, a járműgyártáshoz szükséges alkatrészeket szállítanak a vállalatnak. A beszállítókkal szorosan együttműködve folyamatosan figyelik és elemzik a helyzetet, és intenzíven dolgoznak közös, az ellátási láncaik biztonságát szolgáló megoldásokon. Ez egyebek mellett magában foglalja egyes megrendelések áttelepítését a beszállítók más telephelyére. Mindemellett gyáraik nagyfokú rugalmassága révén igyekeznek a lehető legjobban biztosítani a folyamatos termelést. A 11. naptári héttől a Mercedes-Benz néhány gyárában egyes területeken átmenetileg az aktuális helyzethez igazítja a termelési programot és a műszakterveket. Ez a kecskeméti gyára is vonatkozik. A Mercedes-Benz kecskeméti gyára a jövő héttől átmenetileg 3-ról 2 műszakos termelési rendre áll át. Az intézkedés jelenleg csak március végéig van érvényben, a friss információk ismeretében naponta újraértékelik a helyzetet. Munkatársaiknak a termelési program módosításából adódó munkaidő kiesését a munkaidőkeret alkalmazásával egyenlítik ki. A nem teljesített munkaórákat ennek megfelelően a későbbiekben lehetőség van pótolni. Az érvényben lévő munkaidőkeret 1 évre szól, 2022. január 1-től december 31-ig.